Már csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szalai Bobrovnyicki Vince a miniszterelnökségről. Szép jó reggelt kívánok! Szép reggelt! Szia Péter! Szia, szia! Remélem, kipihented magad, és nem, újra... Nem, de ez most lényegtelen. Nem lényegtelen, hisz vár a munka. Igen. Üdvözlöm a kedves nézőket, íme én is itt vagyok vendégemmel. Kész van a 2023-as költségvetés, amin biztosan hamarosan változtatásokat kell végrehajtani. De időközben, amikor ezt a költségvetést elkezdték készíteni, akkor még nem dörömbölt az ajtón a gazdasági világválság, akkor még mindannyian azt hittük, hogy a háború, ez nem háború, hanem egy epizód. Kiderült, hogy ez nem az. A kérdés az, hogy visszatérünk az önözésre, ön, mint a civilekért felelős miniszterelnökségi beosztott, nem ön a beosztott, hanem aki felel ezért helyettes államtitkári szinten, hogy fogja tudni ezt véghez vinni? Hozzá fognak-e nyúlni vajon az erre a célra költségvetési soron található pénzekhez, illetve lesz-e mit adni a civileknek? Ugye a költségvetési pénzek, amikről beszélünk, azok benne vannak a következő évnek a költségvetésében. A Nemzeti Együttműködési Alapnak a forrásai, amik egyébként növekedni fognak, és most már 11 milliárd valahány száz milliós, pontosan megkérdezd meg, hogy mennyi az összeg, amit a civilekre el tudunk költeni, de soha nem látott összeg, tehát az idejénél is néhány száz millióval több. Ezek biztosított források, ezek ott lesznek a magyar költségvetésben, tehát a civilek a bejáratott módon ezekhez a forrásokhoz hozzá tudnak férni. Mit értek a bejáratott utakon vagy módokon? Azt értem, hogy a NEA-nak a pályázatait ugye kiszoktuk már az azt megelőző év, tehát a forrás évhez képest, vigyen félbe, az azt megelőző év októberében már kiszoktuk írni. Ugye, október 3-án egyébként, ezt most mondom itt a széles nyilvánosság előtt, de hát ezt nyilván kellőképpen meg fogjuk majd sajtózni. Október 3-án kírjuk a NEA-nak a pályázatait. Ez az a keret, amiről beszéltem, hogy most már több mint 11 milliárd, ennek nem ennyit fogunk tudni elkölteni ebből a keretből, hiszen ennek vannak különböző kezelési költségei, plusz a NEA-n belül ugye közismert módon van egy miniszteri vagy egyedi keret is, ami ebben nincsen benne, de nagyjából olyan 8 milliárd az, amit itt pályázati fronton le lehet hívni. Tehát ez összeg, ez megvan a civilek számára, ez biztosított, tehát semmilyen összeg ilyen értelemben nem vészel. A városi civil alap és a falusi civil alap az egy másik kérdés. Én azt gondolom, hogy az jelenleg ugye, az nem volt költségvetési soron így külön dedikáltan az elmúlt években, hanem ez egy külön a költségvetés által extra biztosított forrás volt. Azoknak a jövőjével kapcsolatban azért vannak kérdések, mert jelenleg ezek nincsenek benne a... így dedikáltan a költségvetésbe, de mondjuk azt, hogy elképzelhető, hogy még amikor ősszer esetleg ránézünk még egyszer a költségvetésre, akkor tudunk ennek helyet találni, de ennek kapcsán én nem biztattam egyre senkit sem. Ezek olyan források voltak, amit eleve én legalábbis úgy éltem meg, hogy ajándéknak tekintettem rájuk, fontosnak véltem őket, fontosak lesznek, vagy lennének majd a jövőbe is. Tudomásul kell ugyankor azt is venni az országnak, nehéz a gazdasági helyzetet, tehát ebben a szituációban egy olyan helyettes államtitkárnak, akinek dolga van költségvetési tervezési tételekkel, nyilván érdemes visszafogottságot is mutatnia, amellett, hogy természetesen küzd azért, hogy az, amit a civilek számára sikerült megteremteni, az megmaradhasson. Itt még azért vannak kérdőjelek, de hát meg meglátjuk az év másik felé. A kormánynak van egy régi új minisztere, Lázár János személyében. Lázár miniszter az építésekért felelős, és ő például, már is mondom, miért őt hozom föl példának, olyan projekteket, amik már elkezdődtek, azokat folytatják, de nagy új projektekben nem kezdenek bele. Hogy az önöknél
már meglévő projektek, amik folyamatosan működnek tovább, azok akkor várhatóan folytatódni fognak, maximum nagyszabású új projektek velem kezdenek. Igen, bár ugye értelemszerűen mindezekről Lázár miniszter urat kell megkérdezni, hiszen az egész építési... Csak példának hoztam föl. Ja, de és nem jól ismeritek egymást, hogy nyugodtan hív be a miniszterelnököt. Nem feltételezem, hogy ideje van neki ebben a stúdióban bejönni. Azért kérdeztem ezt, hisz azokban a projektekben, amik nálad vannak. Zsinagóga, templom felújítások, temető rekonstrukció folytatása. Ezek olyan nemzetközi hírű projektek, aminek pozitív nemzetközi megítélése van. Napjainkban, amíg te szabadságon voltál, megérkezett hazánkban, vagy hamarosan átadja a megbízó levelet is az új amerikai nagykövet, aki egyik fontos feladatának tartja egyes médiumok szerint, én még nem találkoztam vele, a civil szervezetek támogatását és még ezer dolgot. Nem a dolgai nagykövetnek a civil szervezetek támogatása, de én nagyon sok sikert kívánok neki ezúton is. Akkor nézzük tovább. Igen. De mondja, tehát mi a kérdés? Isten, elmondom erre az egész, hogy mit gondolok. Az a kérdés... Ugye voltunk a zsinagóga felújítást, eljutottunk az új amerikai nagykövetig. Hisz bizonyítékokat ugyan nem tartozunk senkinek beszámolóval, de le tudunk tenni az asztalra. A temetőprojekt az egyedüli a világon. Tehát az az 1400 vagy 1400 valahány temető, ami el van hagyva, és nem azért, mert a szerettek nem akartak kimenni, hanem mert nincs, aki kimenjen, azoknak a rendbehozásáról senki semmi rosszat nem tud mondani. Ezt mindenféle civil szervezetekkel a te hivatalodon keresztül sikerült megtenni. Ott van a Salgótarján úti temető, ami egy világörökségének kellene, hogy legyen már, és sőt, volt is arról szó, hogy be is jelentkeztünk oda, de még nem kaptuk meg a világörökséget, és arra a turizmusba, ami idejön Magyarországra, jól állna egy ilyen bizonyítékul, hogy igenis a zsidó múltat is gondozzuk. Arról nem beszélve, hogy a Salgótarján úti temetőben a magyar irodalom, a magyar történelem, abszolút, újkori magyar irodalom és történelem nagyjait ott találjuk, ami nem csak zsidó téma, hanem összmagyar, az összmagyar zsidó kultúra szerves része, és így eljutottunk tulajdonképpen a mai politikai helyzethez is. Ez itt a kérdés. Nos, hosszú kérdés és összetett. Ugye a lényeg az az, hogy nyilván most nehéz időket érünk, és ez a egyenes arányban áll azzal, hogy a szomszédunkban egy háború dúl. Én azt gondolom, hogy amint a magyar költségvetés helyzete kicsit megnyugtatóbbá válhat, illetve hogy így mondjam, azok a nehézségek elmúlnak, amelyek most láthatóan nyüstölnek minket is, és a magyar embereket is, akkor lehet majd igazán ezeket a nagyívű projekteket, mint a Salgótarjáni utcai temetőnek a felújítása elővenni. A temető felújítási program az egy kisebb tételű történet, azért tudni kell, hogy a Salgótarjáni utcai temetőnek a felújítása azért nagyon sok 10 milliárdról beszélünk, ami bekerülne. Az nyilván a általad idézett Lázár miniszter úrhoz tartozó... Nagy projektek része. Igen, hát nem feltétlenül hozzátartozó módon, de szóval abban az ügycsomóval tartozik, hogy ami még nem kezdődött el, az nyilván most ideig nem fog elkezdődni. A temető rekonstrukciós programot azt megpróbáljuk továbbvinni, ez egy kisebb költségvetési tétel, hogy ez most 23-ban sikerül-e, vagy 24-ben, ezt nem tudjuk. De igyekszünk ezeket a dolgokat. Az valóban egyébként kicsitán tény, csak alig beszélnek róla, hogy amit a magyar kormány egyébként az épített örökség területén a zsidó közösség irányában... Zsidó és nem zsidó, minden, ami nem, a igen, történelmi Magyarország területén egyházi épületek... Az így van, és ez annyiban pontosítanom kell, hogy ez nem teljes mértékben hozzám tartozik, hanem ez ugye közös, szabad így fogalmaznom, kompetenciájú, hiszen ez mégis csak egyházügy részben, és ez a Soltész államtitkár úrnak a portfóliója, de mi ugye a zsidó közösségi ügyekben Soltész államtitkár úrral szorosan együttműködve
látjuk el a feladatunkat. Tehát az egész épített örökség területén, amit végeztünk, az kimagasló. Nyilván most itt a zsidó kultúrával beszélünk, az is az. Vannak bizonyos projektek, amiket lehet, hogy később fogunk tudni elővenni. Meglátjuk ezt. Most még tényleg nem lehet látni. Itt 2022. augusztus elején az amerikai nagykövetre visszatérő, hogy civil szervezeteknek a támogatása, mert ez ugye érdekelt engem ez a felvetés, meg az átkötés is. Hát tényleg nagyon sok sikert kívánok az új amerikai nagykövetnek, és bízom benne, hogy majd valamikor fogunk találkozni. Nyilván egy nagykövetnek lehet olyan feladata, hogy bizonyos társadalmi csoportokat, szervezeteket kiemelten kezeljen. Ez teljesen az Egyesült Államoknak és az ország kormányának a kompetencia, hogy ő mivel foglalkozik. Az, hogy arról beszélünk, hogy a civil szervezeteknek a támogatás, ez nyilvánvalóan nem egy nagykövetnek a feladata. Azon el kell gondolkodni egyébként magának az Egyesült Államoknak is, hogy mondjuk célszerű az például, ha ez így fog történni, hogy az ország nagykövete mondjuk olyan civil szervezeteknek a kiemelt kezelésével foglalkozik, amelyeknek az egyedüli célja, hogy a magyar kormánynak a tekintélyét és mindenét alássa. Ezt nekik kell megfontolniuk, ebbe úgy szintén nincsen beleszólásom. Ezek idáig nem csak feltételezések, még én sem tudok konkrétan. Feltételezés természetesen, hiszen ugye az Egyesült Államoknak legutoljára, hát most már nem is tudom, hogy mikor volt az, amikor ugye a hatalomváltás pontosan történt, ne kérdezz tőlem, de ugye végeredményben a Trump adminisztráció leváltása óta nem volt nagykövete Magyarországon, tehát izgalommal várjuk a nagykövet urat tisztelettel is, de ahogy Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter is fogalmazott, nyilván minden esetben azért a magyar érdekek mentén felemeljük a szavunkat, hogyha úgy látjuk, hogy ezek sérülnek, vagy olyan megvilágításba kerülünk, ami nem helyes. Hát ugye az amerikai nagykövet az mondott egy-két meredek dolgot Magyarországról, a magyar demokráciáról, leépülőben van, stb. Ez nyilvánvalóan butasság. Remélem, hogy nekem is lesz lehetőségem erről elbeszélgetni vele, és egyébként pedig az valóban úgy van, hogy a külügyminiszter úr is mondta, nekünk nagyköveteknek annak idején egyáltalán nem volt lehetőségünk, és ez így helyes, hogy a fogadó országnak a belpolitikába bármilyen módon beleszünk. Ez nem a mi dolgunk. Nem, nincs ez. Tehát akkor én jól értettem, és ezért tettem fel a kérdést. Nincs mit szégyelnünk, kiválóan teljesítettünk. Minden kisebbség és minden többség területén. Én azt gondolom, hogy igen. Tehát nyilván nem vagyunk tökéletesek, de ezekben a konkrét kérdésekben nem gondolom, hogy bárki bármilyen komoly kritikát fogalmazhatna meg jogosan velünk szemben. Értem. Még egy kérdésre van időnk, mert még csak 8 óra 58 perc van. Ezekben a percekben Izraelben vendég szerepel a Szenes Hanna Emlékvég győztes csapata, egy osztályra való gyermek utazott az ígéret földjére, és végigjárják a magyar hős, a magyar izraeli angol hős katonát, Szenes Hanna emlékpontjait, és Izrael történelmét tanítják. Ez a Mazsök keretében. Igen. Egy országos verseny győzteseit. Erre büszkék lehetünk, nem? Igen, hát ez egy nagyon derék dolog, amit ugye a Mazsök elnökével, Szabó György úrral is átbeszéltük korábban, ugye a Szenes Hanna megemlékezéseknek az egyik állomása, amelyre egyébként a Mazsök, is mondjam, tudott... Eleve Szenes Hanna évfordulót tartott. Igen. Ugye sokan úgy fogalmaztak, hogy emlékév, ez ezért nem volt emlékév, szóval az emlékévnek kötött keretei vannak, arról a parlament is dönt, hogy minek van emlékéve, az bizonyos konkrét összeggel... Isten segítségével lesz majd olyan is. Tessék? Isten segítségével lesz majd olyan is, sikerül egy magyar hőst majd ebbe a kategóriába is megemlékezni róla. Hát ugye azt tudni lehet, hogy Szenes Hanna egy összetett történelmi személyiség, a mártír halála az kétségtelen, és magyarsága és zsidósága is. Igen. Emellett ugye az a történelmi időszak és az a szerep, amit ő játszott, az egy összetett szerep, amit történészek innen, onnan megvilágítottak. Már
nagyszerű írói vénája volt, tényleg rémes, ami vele történt, és szerintem helyes az, hogyha bizonyos módon, bizonyos formában megemlékezünk. Ön viszont mind a kuratórium tagja, és úgyis, mint történész, mert ha kell, akkor előveszi az ember az ön történész diplomáját is, egyöntetően megszavazta ennek. Ráadásul egy olyan történész vagyok, aki valamennyit konyít a Horthy érához, hiszen a diplomunkámat az első bécsi döntésről írtam, illetve annak a diplomáciai körülményéről. Ez ugyan szorosan nem a 40-es évek természetesen, de hát anélkül azért nem nagyon lehetett egy ilyen munkát letenni, az azt, hogy az ember szélesebb kitekintésben ássa bele magát igen alaposan a korszak történetébe. Kedves nézőim, a pontos idő 9 óra 1 perc, most jön a híradó. Ha valakinek építő jellegű véleménye van, ragadjon tasztatúrát, vagy telefonáljon, könyörgöm, nem éjfél után, és mondja el. De mielőtt ezt megteszi, hallgassa meg még egyszer. Az elmúlt szűk negyed órában a miniszterelnökség képviseletében Szalai Bobrovetszky Vince helyettes államtitkár volt. Többször visszavárjuk, hogy az aktuális ügyekről beszélgetni tudjunk. Köszönöm. Tehát jöjjön a híradó és a mai műsorok. További jó tévézést! Köszönöm.